fog idegesíteni. Ezt benne hagyom. Üdvözlök mindenkit! Itt kompresszort fogok itt hengülni, mert a Chryslerbe. Hát közben itt beleszólnak amúgy, hogy lyukok, megmutatom őket. Ott vannak. Ott a kokos már keménykedik. Ő a király. Na mindegy, ők itt közben itt fognak hőbörögni, de itt a kompresszort kéne megcsinálni. Ez igazából, ez itt egy bontott kompresszor, Budapestről küldték nekem, és nagyon rendes volt a csávó, mert szinte egyből feladta is. Hát ez így nagyon jó lesz. Na, szóval ez a része, ez a szabadon futó, vagy hát ez a kuplung része. Ez gyönyörűen jó a csapágy, úgyhogy mákon van. Nem kottyan, nem hangos, úgyhogy teljesen jó. És én csak ezt szeretném lecserélni, és bízok benne, hogy egyezik minden, és le tudom cserélni ezt a kuplung részt, ami nekem megégett a Sebringbe. Csatlakozója ugyanaz, úgyhogy ez egy kettő hetes 2.7 V6-ból van, de állítólag ugyanaz a kettő, úgyhogy hát majd mindjárt kiderül. Ugye elsőnek a Sebringből kéne kibányászni a régit, mert ha nem tudom kivenni, akkor ez fölöslegesnek bontogatnom. És az meg itt van. Itt van, és valahogy, hát nem tudom. Mindjárt kitalálom, hogy csináljam. Ott van bent a kompresszor, ott, és ott van rajta a hibás kuplung, és azért, hogy hozzáférjek egy gyűrűnek a kiszedéséhez, ahhoz, mutatom a másikon, ahhoz itt ezt a négy csavart ezt oldanom kell, és akkor ugyanúgy elmozdul az egész klímakompresszor, mint az alfánál, és akkor el tudom fordítani lefele vagy fölfele, és akkor innen ki tudom szedni a gyűrűcskét, amihez itt apumnál vagyok, apumnak itt van mindene, Jézuskától géppuskáig, úgyhogy amihez van gyűrűkiszedő, ilyen is, meg olyan is, nem tudom, hogy külsős vagy belsős, ez szétfele húz, ez meg összefele húz, úgyhogy ezeket kiviszem, és megpróbáljuk megoldani. Felső két csavar már megmozdult, az felülről hozzáférek, itt a négy csavart, amit mutattam, és hát nem volt könnyű megmozdítani, gondolom a kamera nem sok mindent lát belőle, de mindegy, és akkor hát mégis annyi, kiveszem a csavarokat, és utána meg a kompresszor lebillen, alábújok a kocsinak, azt megpróbálom kivenni a ezt a kuplungot, de hát egyszerűen kőkeményen összesült, úgyhogy remélem le fog jönni. Ha nem jön le, akkor bajba vagyunk, hogy ráégette. De a többit lebontani viszonylag szerencsém volt, úgyhogy... És mindjárt kijön az egyik csavar. Legalábbis hát kéreti magát végig. Mindjárt mutatom, hogy milyen csavar van benne. Négy darab. Ki? Ilyen a csavar. Ilyen jó hosszú. És ez ilyen kemény csavar. Úgyhogy... Szép fekete szénacél. Kiszedem még a másikat is, utána meg kell emelni az autót, és alá kell bújni. Itt van alulról az alsó csavar, azt tekergetem itt kifele. Meg itt van a motorfűtésnek a utólag beszerelt vezetéke, azt majd gyors kötözőt le kell oldani. És utána már billen a kompresszor. Érdekes mód, ebbe az utolsóban nincsen csavar, és az előzőben se volt. Úgyhogy lent egy fogja, fent meg kettő. Aha, és már mozog is az egész, ezt még le kell innen oldani. Hál' Istennek apu is el van látva mindenféle szerszámmal, úgyhogy nincsen nehéz dolgom, mert nem kell mindenféle konyhakéssel, meg ilyenekkel szerelnem. Na mindjárt kijön a csavar. A
csak közben emelni, tolni, húzni, mindent kell egyszerre, hogy a csavar könnyen mozduljon. És kint is van. Ennyi. És most az a terv, hogy annyira el tudom billenteni az egészet, hogy ez azt tudom, ez micsoda ez a cső. Ez vízcső. Valamerre fordulnia kéne. Még nem is látom, hogy mit kéne csinálnom. A gyűrűket nem látom még. Vagy azt a gyűrűt, amit oldani kéne. Az égett gyűrűt. Ott van bent a tengely mellett. Ott van a gyűrű. Azt kell levennem valahogy. Hát nem tudom, hogy látszik. Ott. Megpróbálom ezt lebontani, hogy hát ha akkor. Persze a másiknál könnyebb volt, mert össze volt gyógyulva. Itt nincs a látét még. Na, ez az. Ez az, itt van. Na, hol van? Itt van. És ezután már elvileg már úgy emlékszem, hogy lejön. Aha. Itt van egy alátét. Erre vigyázni kell. Na, hát ezt lehúzó kell hozzá. Na, hát sajnos jön kifele a gáz. Ott a tengelynél, úgyhogy... úgyhogy... kompresszorcsere. Ezt gyorsan megint összerakom. Azt megnézzük, hogy utána a töltés után működni fog-e. Na, hát sajnos ez nem szerelhető. Vagy hát szerelhető, de tömítés van alatta is a... gázt elengedi. Úgyhogy sajnos most ott szennyezem a környezetet, most jön kifele belőle a gáz. Úgyhogy hát ez van, már meglazítottam ezeket is, ezt a kettőt, és akkor most megy be ez a kompresszor, utána meg megyünk töltésre. Nyomás próba, utána meg töltés. Remélem, hogy lesz időpont. Ha nem lesz, akkor nem lesz. Beraktam a másik kompresszort. Itt a csatlakozásnál vannak ógyűrűk, azaz ilyen gumikarikák, és hogyha az már el van lapulva és nem jó, akkor nyilván ott ereszteni fogja a gáz, de összeraktam, és venni kell rá egy hosszú szíjat, azt beszaladunk most Zsuzsival az Unixba valahova, és akkor utána megpróbálunk egy klímást rávenni, hogy foglalkozzon velünk, és ennyi, és megnézni, hogy tudunk-e belőle faragni valamit, hát na. Hogy fel tudjuk-e tölteni, és hogy működik-e a kompresszor, ami rajta van. Meg hogy megegyezik-e, mert amúgy nem teljesen egyforma a kettő, de úgy néz ki, hogy a kialakítás egyforma. Ez be lett dugózva, úgyhogy ezt viszem magammal, mert a maga a kompresszor az úgy néz ki, hogy jó, de hát nem tudom, igazából nem lehet hozzá ilyet kapni. Kuplungot, úgyhogy igazából ez szerintem ez kuka, de hát, ha más nem, szétszedjük, azt megnézzük, hogy mi van benne. Bár én tudom, hogy néz ki belül, de nem sokan tudják, mert nem sokan szedtek még szét ilyet. Úgyhogy ennyi most. Most össze van rakva az autó, a gáz az sajnos kiment a levegőbe, azt sajnálom nagyon, de hát nem gondoltam, hogy a tárcsa mögött van egy tömítés. És hogy a szíjtárcsát nem lehet levenni, mert utána már kijön a gáz. Úgyhogy erre nem számítottam. Vettem egy 1340 mm-es 6 pk-s szíjat, ez a gyárja. Itt van egy kis Unix reklám, úgyhogy... és itt a márka. Csak most 10.000 forint, úgyhogy... hát, na mindegy. Ez ilyen. Ilyen Magyarországon azért viszonylag drága az autó alkatrész, de ez van.
berakjuk. Mivel most a szíj ott kikerüli a kompresszort, és nekem reggel 8-ra van időpontom töltésre. És hát ennyi. Fel kell rakni a szíjat, hogy meg tudják forgatni a kompresszort, hogy fel tudják rendesen tölteni. Sajnos ez a szíj, ez nem jó rá. Úgyhogy pedig megnéztük az Unixnál, ugyanez dobta ezt az 1340-eset, megnéztem az Autódoknál, ő is ezt az 1340-eset, és a Finn Motonetnél is megnéztem, ott is 1340-eset ír, úgyhogy azért vásároltam meg ezt, de nem jó rá, ez hosszú, ez lötyög, ez szíj, és megnéztem a rockauto.com-on, amelyik egy amerikai oldal, és ott viszont 1265 mm-t ír, úgyhogy valószínű, hogy az lesz a jó. De hát tegnap, mikor már elkezdtük ezt összerakni, hát közben ittunk egy sört, és már nem tudtam visszamenni az Unixhoz, és így kifutottunk az időből, úgyhogy ezt a szíjat visszaviszem az Unixnak, hogy ez nem jó, és ennyi. Sajnos klíma nélkül kell visszafele is megtenni az utat, bár idefele jövet végig borús idő volt, úgyhogy nem volt zavaró. Ez van. Amúgy voltam én rendes klímásnál is, hogy ott hagyom az autót és csinálják, meg Miskolcon, de ők azt mondták, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, mert ők nem tudnak hozzá kompresszort szerezni. Én tudtam hozzá szerezni, de hát ilyen akadályokba ütköztem, hogy szíj. Pedig időpontot is kaptam mára 8 órára töltésre, de hát nem tudtam elmenni, mivel nincsen rajta szíj. Úgyhogy ez van. Ez van. És a feszítő görgő az meg, hát ahogy leszedtük, azért kapott egy maflást, mivel kitört belőle egy darab. Úgyhogy bízok benne, hogy hazáig elvisz minket a feszítő görgő. Egy ilyen végállás, hát egy ilyen ütköző kitört belőle. És akkor igazából most ugyanúgy feszít, ugyanúgy működik, mikor nem fogja a szíj, akkor tovább hajlik egy kicsit azt a, hát a rugó, remélem, hogy nem sérült meg benne, és bírni fogja. Ha visszérünk Finnországba, úgyis szeretnék a kocsiban vezérműszíjat cserélni, mert az a szett az már régen megvan, úgyhogy berendelek egy új feszítőgörgőt, meg új szíjakat, és akkor hozbordás szíjat, és akkor úgy, hát a kakas az nyomja végig. Na mindegy, és akkor úgy utána. Ez így hát kár volt hozzányúlni, mert csak az időmet pocsékoltam vele, és ez egy ilyen bukó dolog volt. Most már nem lesz rá idő, mert holnap már megyünk az autóstalira, utána meg indulunk vissza Finnországba a következő nap. Úgyhogy én ezzel már nem kínlódok. Ennyi, lehúzzuk az ablakot, azt megyünk, új régen is azt csinálták, úgyhogy ki lehet bírni. Főleg ahogy megyünk éjszakra, várhatóan egyre hűvösebb lesz. Úgyhogy ennyi, meg egy bambi. És megyünk Zsuzsával, visszavisszük a szíjat, hogy nem köll. Úgyhogy blokk megvan, minden számla. Úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni, mert nem jót adtak. Pedig motor, kód, minden szerint adták, úgyhogy valamit elnéztek itt az európai részen, hogy mekkora szíjat kell rárakni. Vagy lehet, hogy a 2002-es, a facelift előtti, be teljesen más kompresszor van, úgyhogy lehet, hogy ahhoz van ez az 1340 mm-es szíj. És a facelift utánihoz meg már ilyen rövidebb szíj van, mert kompresszornak a háza lehet, hogy egy kicsit közelebb van a motorhoz, és akkor így elég rá a rövidebb szíj is. Na, jó, van erről ennyit, akkor hát ez egy bukó. Majd a következő videóban találkozunk, ahol remélem azért ott nem tévedek ekkorát, bár hát nem tudtam én se, nem tudta ezt senki szerintem, még az Unixnál se tudták meg sehol se, hogy ez rövidebb szíjjal van. Sziasztok!